Az Európai Bizottság újabb másfél milliárd eurós támogatást folyósított Ukrajnának a 18 milliárd eurós makroszintű pénzügyi segélycsomag további részleteként közölte a brüsszeli testület. A közlemény szerint a támogatással az Európai Unió arra törekszik, hogy segítsen Ukrajnának a bérek és nyugdíjak kifizetésének folytatásában, valamint az alapvető közszolgáltatások, például a kórházak, iskolák és az áttelepített emberek lakhatásának fenntartása. Lehetővé teszi továbbá Ukrajna számára a makrogazdasági stabilitás biztosítását és a lerombolt infrastruktúra helyreállítását. A keddi kifizetésre azt követően került sor, hogy a bizottság megállapította, Ukrajna továbbra is kielégítő haladást ért el az uniós feltételek végrehajtása terén, és megfelelt a jelentéstételi követelményeknek, amelyek célja a pénzeszközök átlátható és hatékony felhasználásának biztosítása. Ukrajna jelentő előrelépést ért el a pénzügyi stabilitás fokozása, a jogállamiság megerősítése, a gázellátási rendszer javítása, az energiahatékonyság ösztönzése és a jobb üzleti környezet előmozdítása terén, közölte a Brüsszeli Bizottság. Az EU a háború kezdete óta 76 milliárd euró támogatást nyújtott Ukrajnának.